és uraim, tisztelt vendégeink, sok szeretettel köszöntjük Önöket itt a Vasvári Pál Múzeum soron következő szabad egyetemi előadásán. Ha megengedik, szeretném a múzeum kollektíva nevében köszönteni az Erzsébeteket a mai névnapon. És szeretettel köszöntöm még egyszer Önöket. Örülünk, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk ezen az estén. És ahogy tetszettek látni a meghívóban és különböző felhívásokban ma, különleges a nap abból a szempontból, hogy két előadást is prezentálunk Önöknek. Mind a kettő a Dezsőfi családdal kapcsolatos. És nem is szaporítom tovább a szót, hanem szeretném fölkérni az első előadónkat, nevezetesen dr. Zsoldos Ildikót, a Nyíregyházi Főiskola docensét, hogy tartsa meg előadását. Az előadásának a címe egy mágnásasszony szerep lehetőségei a 19. században. Dezsefi Blanka életútját hallhatjuk. Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatóság, hogy az előbb már hallhatták előadásomban a dián látható Dezsőfi Blanka szerep lehetőségeinek bemutatására vállalkozom. Rögtön itt az elején megragadnám az alkalmat, hogy a prezentációmban látható fotók, fényképeknek a forrásait megjelöljem. Valamennyi fotó a Románországos Levéltár Kolozs megyei archívumában található meg, a 452-es számú fonnak a részeként. Nos, Dezsőfi Blanka, ugye nyilván az itt jelenlévők is tudják, hogy Dezsőfi Emil és Benkány Paulinának volt a leánya. De hogyha arra keressük a választ, hogy a Dezsőfi család 19. századi stabilitásának az alapjait ki teremtette meg, akkor tulajdonképpen vissza kell nyúlnunk egészen Dezsőfi Emil édesanyjáig, ugye Dezsőfi Józsefné Szárai Eleonóráig. Ugyanis ugye ő volt a felesége annak az országos hírnévnek is örvendő Dezsőfi Józsefnek, aki írói és politikai tevékenységet is kifejtett. Dezsőfi József ugye a graviminalisták köréhez tartozott, ugye ez a rendi sérelmi ellenzéket jelenti abban az időszakban, és írói tevékenysége miatt pedig a Kazinci körrel áll meglehetősen intenzív kapcsolatban. És tulajdonképpen ő esetében azért még itt kiemelném, hogy nagyon komolyan küzd a magyar nyelvnek az ügyéért is, sok más nemes cél mellett. Ugyanakkor a család ebben az időszakban gazdaságilag rendkívül rossz állapotban van, a családi birtokok jelentős részén zálogban. És ebben az időben, 1820-ban történik az meg, hogy Dezsőfi József és családja átköltözik Zemplén vármegyéből, hát pontosan ide, ahol most vagyunk, ugye az akkori Szent Mihályra, és kezdetben a nehéz anyagi viszonyaik miatt három parasztházban fognak berendezkedni, és tulajdonképpen Dezsőfi Emil édesanyja az, aki kezébe veszi a birtokügyeknek az irányítását, és rendkívül szigorú takarékossági intézkedéseket fog bevezetni. Ezek közül egyet említenék meg, például újra szokásba hozza a robotot olyan területeken is, ahol ezt akkoriban már nem alkalmazták. Hát elképzelhetjük, hogy ez mekkora indulatokat fog indukálni, és a feszültség nem egy esetben odáig fajul, hogy épületeket fognak fölgyújtani. Ugyanakkor, hogy valami pozitívat is említsek, ez az az időszak, amikor megkezdődik a családi kastélynak az építése. És tulajdonképpen, amikor Dezsőfi Emil feleségül veszi Benkány Paulinát, akkor ők már ebbe a kastélyba fognak tudni beköltözni. Dezsőfi Emilnek és Benkány Paulinának három gyermeke marad életben. Öt gyermekük volt egyébként. A három életben maradt gyermek, ugye Blanka, aki most vizsgálódásunk középpontjában áll, ez éppen az ő esküvői fotója, 19 éves ebben az időszakban. Középen található Dezsőfi Valéria, és jobb oldalt pedig, szemben jobb oldalt ugye Dezsőfi Aurél, a Szent Mihályi kastély 19. század utolsó harmadában, ő ugye a Szent Mihályi kastélynak a birtokosa.
Nos, néhány gondolatot a testvéreknek a viszonyáról. Dezsőfi Valéria és Blanka patriotizmusa teljesen más volt. Ugyanis Dezsőfi Valériáról tudni kell azt, hogy ő képes volt feleségül menni Ludwig zu Windisgrätzhez, aki ugye Alfred zu Windisgrätznek volt a fia, és ebből a házasságból született gyermekeivel láthatjuk ezen a képen. Dezsőfi Valéria gyermekeit teljesen osztrák szellemben fogja nevelni, a gyermekeknek az anyanyelve is a német lesz. Egyébként Blanka egyik leánya, Magda, kegyetlen magyar falunak nevezi leveleiben Dezsőfi Valériát. Persze nagyon jó volt a kapcsolat közöttük, de teljesen más a patriotizmus, ahogy ezt már említettem, a Dezsőfi család, vagy a Dezsőfi Blanka családjában, illetve Valéria családjában. És ott ugye jobb oldalt látható az a huncut kisgyermek, a kisfiú, ő Windisgrätz Lajos, aki, hát mondhatjuk azt, hogy a családnak a fekete báránya. Minden családban, majdnem minden családban van egy ilyen fekete bárány. Ő az, aki a századfordulóra, 19.-20. századfordulójára teljesen eladósodik, és majd az első világháború idején a Wekerle kormány közélelmezési minisztereként ilyen burgonya botrányba fog belekeveredni, de ettől sokkal, de sokkal súlyosabb lesz majd a Horthy korszakban. 1925-ben robban ki ugye a frankhamisítási botrány, és ő lesz ennek a botránynak a fővádlottja. Hát nyilván ugye ez a család jó hírnevéhez nem éppen járul hozzá sajnálatos módon. Aurélról és Blanka kapcsolatáról annyit szeretnék röviden elmondani, hogy ők nagyon egy hullámhosszon vannak. Tehát politikai nézetük, gondolkodásmódjuk, pártpreferenciájuk teljesen azonos Blankának és Aurélnak tulajdonképpen életük végéig. És akkor ugye, hogyha Dezsőfi Blanka szerep lehetőségeit vizsgáljuk, akkor nyilvánvalóan abból kell kiindulnunk, hogy a 19. századi Magyarországon, de mondhatnám azt is, hogy a 19. századi Európában milyen felfogás uralkodott a nők társadalmi feladatairól. Gyakorlatilag ezt a 3K-s modellben lehetne leginkább kifejezni, ugye ez a kirche, küche és kinder, tehát a templom, a konyha, háztartás irányítása, illetve hát ugye a gyerekeknek a nevelése. Természetesen Dezsőfi Blanka esetében mind a három szerepet ki tudjuk mutatni. A mély vallásosság jellemzi őt egész életében. Katolikus ugye a család, katolikus szellemű nevelést fog kapni Dezsőfi Blanka, és az ő gyermekeit is ugyanilyen katolikus szellemben neveli, többnyire sikerrel. A második ugye a konyha, hát nyilvánvalóan nekik voltak ugye cselédeik és alkalmazottaik, tehát ilyen típusú feladattal nem kellett foglalkozni, viszont a háztartás irányítását az bizony ő tartja a kezében. És akkor most érkezünk el a legfontosabb szerepvállaláshoz, és azt gondolom, hogy Blanka esetében nyugodtan kijelenthetem azt, hogy ez volt a legfontosabb szerepvállalása, a gyerekeknek a nevelése, tehát az anya szerep. No de ahhoz, ugye, hogy a gyerekekről beszéljünk, először is néhány szót ejtenék a házasságáról. Az ő férje a dián mellett látható Báró Vécsei József, ugye ez a dia mutatja az ő családfáját. Báró Vécsei József a Vécsei család szatmári ágából származik. Azt kell tudnunk a familiáról, hogy egy totálisan Habsburg hű, teljesen lojálisak a Habsburgokhoz. Nyilvánvalóan a Dezsőfi családnál is kimutatható a dinasztia iránti lojalitás, de azért, ahogy említettem, Dezsőfi József esetében, ugye ő a gravaminonisták köréhez tartozik, míg a vécseieknél azt gondolom, hogy feltétlen udvarhűségről beszélhetünk. Nos, Báró Vécsei József jogi tanulmányokat fog folytatni kezdetben. Jelen van 1847. novemberében az utolsó rendi országgyűlésnek a megnyitásán,
Viszont erről a korszakalkotó diétáról ő gyorsan lelécel, és úgy dönt, hogy inkább egzotikus utazásokon fog részt venni. Nyilvánvalóan ez adódik a család konzervatív politikai beállítódásából, tehát ő inkább afrikai és ázsiai területeket fog meglátogatni itt 47-48 folyamán, és amikor hazafelé tart, akkor Triestben megáll, és megtetszik neki a haditengerészet. És eldönti, hogy akkor ő beáll a haditengerészethez, amihez meg is kapja az apja hozzájárulását. 1858-ban pedig Miksa főhercegnek a hadsegédévé fog előlépni. Ugye Miksa főherceg Ferenc József, osztrák császár, majd később magyar király, ambiciózus öccse volt, aki hát sajnálatos módon belekeveredett a bonapartizmus mexikói kalandjába, aminek aztán az lett a következménye, hogy ugye őt 1867-ben Ferenc József magyar királyi koronázását követően nem sokkal ki fogják végezni Mexikóban. A történészek azon az állásponton vannak, hogy sokkal tehetségesebb volt Ferenc Józsefnél Miksa főherceg. Nos, tehát visszakanyarodva ehhez az 1858-as előléptetéshez, azért is lényeges az 58-as év, ugyanis Dezsőfi Blankáik észak-itáliai utazásokon vannak ebben az időszakban, és Velencében több alkalommal találkozni fog Báró Vécsey Józseffel, és Blankának van egy útinaplója, ami alapján kijelenthetjük azt, hogy eléggé belehabarodik Báró Vécsey Józsefbe, tehát áradozik róla a szentimentális sorok olvashatóak a naplóban, és tulajdonképpen ezt követően nem sokkal újra találkoznak majd, akkor már a fővárosban, ugyanis Vécsey József, aki úgy tűnik, hogy megunta a kalandos életvitelt, úgy dönt, hogy elindul politikai pályáján, egészen konkrétan az országgyűlési képviselőségre gondolok, és az 1861-es országgyűlésen, mint képviselő van jelen, és amikor megnyílik az az országgyűlési ciklus, akkor a fővárosban gyakran találkozik Dezsőfi Blankával, és nem sokára feleségül is fogja kérni. Blanka részéről ez egyértelműen szerelemházasság volt, hát hogy Vécsey részéről mennyire, hát az egész biztos, hogy nem olyan intenzitással szereti Blankát, mint Blanka őt, tehát Dezsőfi Blanka egyike lesz a 19. század magányos feleségeinek. Tehát Vécsey Báró ugye hol politikai teendőire hivatkozva, hol birtokügyeinek intézése miatt hagyja magára ifjú feleségét, aki nagyon sokat gyötrődik az egyedül léttől. Tehát ő igényelte volna, hogy a férjével együtt legyen, és ez nem fog megvalósulni. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy valamelyest kárpótolják ezért gyermekei, és hát mondjuk, ha ránézünk erre a családfára, azt nem mondhatjuk, hogy totálisan elhanyagolta a feleségét, mert azért egy szép számú családot látunk ugye ezen a dián. Tehát ezeknek a gyerekeknek Dezsőfi Blanka igyekezett egy nagyon boldog, harmonikus családi légkört teremteni és sikerrel. Tehát mindegyik gyermek esetében egy pozitív anyakép, egy nagyon pozitív anyakép mutatható ki. Ezt azért hangsúlyozom, mert ez nem olyan természetes abban az időszakban, az arisztokrácia köreiben. Nyilván a jelenlévők közül is sokan olvasták Károlyi Mihályné Andrássy Katinka memoárját, és ugye ő abban leírja, hogy az édesanyjuk, Andrássyné Zichy Eleonóra milyen hűvösen és távolságtartóan viselkedett velük szembe. Nos, tehát Dezsőfi Blanka gyerekei esetében pozitív az anyakép, mondjuk az apaképről lesz már nem mindegyikük esetében, mondhatjuk el. Dezsőfi Blanka egyébként úgy neveli gyerekeit, hogy tiszteljék édesapjukat, és nagyon nagy tekintélye van persze az apának, a baronesszek és a kisbárók előtt. Ugyanakkor Lászlót emelném ki, aki esetében a pályaválasztásnál az apa erős
akarata az elég jelentős személyiségtorzulást fog majd okozni, tehát majd erre a későbbiekben még vissza fogok térni. És akkor, ha tovább haladunk, az időm az eléggé fogy, de megpróbálok itt egy kicsit gyorsítani. Itt láthatóak a lányok. A lányok esetében azt emelném ki, hogy mivel a korkülönbség páronként elég kicsit, tehát Eszter és Mária között és Paulina és Magda között, ezért párban fognak majd tanulmányokat folytatni. Ebben az időszakban, amikor ők születnek, legalábbis Eszter és Mária, a nőknek az alapfokú oktatása nincs még megoldva, ugye azt majd az 1868-as ötvös féle népoktatási törvény fogja rendezni, bár ezt követően is az arisztokratáknál nem az lesz a szokás, hogy népiskolába járnak, hanem magánnevelésben részesülnek, ugye jönnek a nyelvmesterek, magántanítókat fogadnak melléjük, és Esztert és Máriát Bécsbe fogják küldeni a szülők, a Sacré-Cœur, azaz a Szent Szív zárdába, és itt 9 éven keresztül fogják őket oktatni, egyébként rendkívül művelt a család valamennyi tagja. A két fiatalabb baronessről szintén elmondható az, hogy zárdai tanulmányokat folytattak, viszont ők már nem Bécsben, hanem Budapesten, ugye ebben az időszakban a Sacré-Cœur már működtett zárdát Budapesten, és ők itt tanulnak, és sokkal lazább légkör jellemzi a néhány évvel korábbi bécsitől. Itt pedig a fiúk láthatóak, ők ugye hárman voltak. Blankának, mint ahogy a családfán is látható volt, egyébként 4 fia születik. 1867-ben volt még egy Emil nevű gyermekük is, akit 15 hónapos korában viszont elveszítenek. Ez a Gudenosz János József genealógiai munkájában nem szerepel, nyilván akkor még ugye nincsen állami anyakönyvezés, és ez lehet ennek az oka, de a családiratok szerint volt még egy gyermek. Nos, az, hogy a szülők, illetve hát elsősorban az erős akaratú családapa, mert ő volt a dominánsabb, fiaik számára milyen pályát jelöl ki, az azért mutatja azt is, hogy a polgárosodás időszakában az arisztokraták számára milyen emelkedési lehetőségek maradtak. Az első fiú Vécsei László számára katonai pályát fog kijelölni az apa, annak ellenére, hogy Vécsei László abszolút nem vonzódik a katonaság iránt, de beletörődik, és ezért mondtam azt, hogy ez a személyiség fejlődésében nagyon mély sebeket fog ejteni. A középső gyerek, mondjuk a vécseieknél ő a fekete bárány, egy rendkívül lusta, kényelem szerető úrfi volt, egyébként a felnőtt korban is. Nagy valószínűséggel őt szánta apja az apáról fiúra hagyományozódó politikusi pályára. Na, ennek ellenére Vécsei Miklós nem lesz országgyűlési képviselő, viszont a főrendi ház munkájában azért valamilyen formában részt vesz. És akkor itt van a másik dián, a környezetből is látható, hogy milyen pálya jut Vécsei József Aurélnek, illetve hát ez az ő döntése volt, mert amikor Aurél eldönti azt, hogy ő pap szeretne lenni, az egyházi pályára szeretne menni, akkor az édesapa már nem él, ez 1903-ban van, mert Vécsei József 1902-ben meghalt, és ő Rómában, a Germanikumban folytat tanulmányokat, és onnan Rómából felszentelt papként és doktorált teológia tanárként fog majd hazaérkezni. És akkor áttérek Dezsőfi Blanka egy másik típusú szerepvállalására, ez pedig a főúri rangjából adódó reprezentációs feladatok. Aktív közéleti szerepet vállaló férje mellett nagyon komolyan ellátja ezeket a reprezentációs feladatokat, jótékonykodik és érdek kiárásokban is részt vesz, működteti kapcsolati hálóját elég eredményesen ezekben az érdek kiárásokban.
Amikor a házasság megtörténik, Dezsőfi Blanka és Vécsey József házassága, akkor először a Sárközi kastélyba fognak beköltözni, ez látható a dián. Elsőként Sárköz Szatmárnémetitől 10 kilométerre helyezkedik el, tehát sajnos ma Romániában található. Ebben a Sárközi kastélyban laknak, hiszen ugye az arisztokráciának az a szokás ebben az időben, hogy a nyári időszakot vidéken tölti, élvezi a vidéki életnek a szépségeit, télen meg bevonul valamelyik városba, általában a fővárosba, vagy éppen valamelyik nyugat-európai városba, nyilván ez a vagyoni helyzet függvénye is. És akkor itt laknak addig, ameddig Mária meg nem születik. Amikor Mária megszületik, akkor átköltöznek Nyíracsádra. Nyíracsádban nincs kastély, ott egy úri lak van, tehát gyakorlatilag egy kúriában élnek, de nagyon szeretik és kötődnek Nyíracsádhoz. Nyíracsádon addig tartózkodnak, addig ez a rezidenciális vidéki központ, ameddig az utolsó gyermek meg nem születik, tehát 82-ben fognak picivel a gyerek születése előtt átköltözni újra Sárközre, és innentől kezdve végig a Sárközi kastély lesz a központjuk. Ugye, ha megnézzük a családnak a vagyoni helyzetét, azért a kastély is már jelez valamit számunkra, hát ez nem egy olyan nagy kastély, nem is kicsi, de azért, ha egy Károlyi kastélyt mellé tennénk, ugye azért látszik, hogy ez jóval szerényebb attól. A szatmári vécseiek azt nem tehetik meg, hogy a fővárosban palotát vásároljanak, vagy tartsanak fenn, viszont rendelkeznek ingatlannal, a Rökszilárd utcában volt a szatmári vécseieknek az ingatlana, és ez teljesen alkalmas volt arra, hogy itt ilyen társas összejöveteleket szervezzenek, tehát mondjuk ilyenekre gondolok, hogy egy villás reggeli, vagy egy ebéd, vagy egy vacsora, tehát ilyeneket le tudtak bonyolítani, és hát természetesen a szórakozási lehetőségekhez ott voltak még a főúri szalonok, tehát bejáratosak a főúri szalonokban. És akkor még egy szerepvállalást a Sárközi kastélyhoz kapcsolódóan, ez a magyarosodásnak az elősegítése, amit föl fog vállalni Dezsőfi Blanka is. Ugye itt azt kell tudni, hogy a történelmi Szatmár vármegyében már van nemzetiségi kérdés a dualizmus válságának időszakában. Az 1900-as népszámlálás adatai szerint több mint 30%-a román anyanyelvűnek vallja magát a vármegye lakosságából, és tulajdonképpen Dezsőfi Blanka a magyarosodás elősegítése céljából iskolát fog működtetni a Család Uradalmi Központjában, tehát Sárközön. Alkalmazottai, cselédeik, lánygyermekei számára fogja ezt fenntartani, és ennek az egyik deklarált célja az volt, hogy a magyarosodást elősegítse ezen a településen, ahol érdekes módon inkább szlovákok laknak, mint románok. Ez egy specialitás egyébként, és ennek az az oka, hogy ugye amikor a Rákóczi szabadságharc után zajlanak a nagy magánföldesúri telepítések, mondjuk a károlyiak részéről, ők ugye svábokat fognak betelepíteni birtokaikra, de azok a földbirtokosok, akik jóval szerényebbek vagyoni helyzet tekintetében, ők pedig ki fogják használni azt a spontán migrációt, és szlovákokat, ruszinokat, románokat fognak birtokaikra telepíteni. A szatmári vécseiek éppen Sárközre szlovákokat telepítettek ebben az időszakban. És akkor még a szórakozási lehetőségek tekintetében említést érdemel a dia másik képe, ez a parkklub. A parkklub a Budapesten a Stefánia úton nyílt meg 1895-ben, és az arisztokrácia egyik közkedvelt szórakozó helye volt. Az egyik sajátosság az, hogy itt nem csak férfiak, hanem nők is részt vehettek. Ugye abban az időben nem mindenhova engedik be a nőket még. És itt igen gyakran megfordul Dezsőfi Blanka és családja is. Illetve még a kázbádi fürdőzések, amelyek évente vissza fognak térni, hiszen az egész családra jellemző az ízületi betegség, és ott próbálják ezeket kurálni évről évre. És akkor a férj halála utáni időszakból
emelnék még ki néhány szerepvállalást. Az egyik az 1956-os kormányzati válsághoz kapcsolódik. Ugye Vécsei Báró 1902-ben távozik el az élük sorából, Dezsőfi Blankát nagyon megviseli természetszerűleg férje halála, és az 1956-os kormányzati válságról ugye annyit érdemes tudni, hogy a kormányon lévő Tisza Istvánnak a megbuktatására törekszik egy koalíciós összefogás, és ennek részét képezik az agráriusok. Ugye tudjuk, hogy a dezsőfiek is agráriusok, a Báró Vécseiek is, és a Károlyiak is, és tulajdonképpen a Dezsőfi Aurél ebben az úgynevezett vármegyei ellenállásban, ami országos szinten kibontakozik, vezérszerepet fog vállalni, és ott lesz mellette segítőtársként a felesége, ez a szerintem teljesen egzotikus szépségű Károlyi Pálma, a nőket is be fogják vonni a politikai harcba, abból a szempontból, hogy megindítják az úgynevezett tulipán mozgalmat. A tulipán mozgalomnak meg az a célja, hogy népszerűsítse a koalíciós politikusokat, és Károlyi Pálma a fővárosban, benne van a főáramban, és megpróbálják ezt, egyébként sikeresen fognak működni ezen a téren. Vécsei László pedig azért szerepel a dián, itt már ugye uniformisban, mert ő is képviselőséget vállal. Amikor meghal az édesapja, ő rögtön otthagyja a katonaságot, nem csinálja tovább, birtokai ügyeivel kezd el foglalkozni, és 1906-ban ő is országgyűlési képviselőjelöltséget fog vállalni, és tulajdonképpen az ő kampányában is szerepet játszik majd ez a tulipános mozgalom. Tulajdonképpen ilyen tulipán mizéria lesz úrra az egész országban, kitűzőket árulnak mindenhol, és láthatjuk, hogy még a levélpapír is tulipános. Ez Dezsőfi Blankának egy levele, amit az éppen Rómában tanuló fiához, József Aurélhoz ír. Elég csúnya az írása, tehát elég sokat küzdöttem vele, amikor bogoztam a leveleit, főleg ugye franciául. Tehát azon is ott van a tulipán, ami egyébként a kampányban ilyen harci jelvényként fog működni. És akkor, mivel már látom, hogy egy kicsit kezdem túllépni az időkeretemet, az utolsó éveiről még szeretnék néhány gondolatot. Ugye ez már egy időskori fénykép Blanka grófnőről. A családi korrespondenciából tudjuk azt, hogy Dezsőfi Blanka az utolsó néhány évben már beteg. És a betegség szellemileg is, meg testileg is meg fogja őt támadni. A világháború idején például az egyik karácsonyi ajándék egy új tolókocsi volt. A gyerekei közül leginkább Vécsei Eszter az, aki körülötte sürög és ápolja őt, de azért a többiek is igyekeznek sok időt eltölteni vele. És 1917. januárjában távozik el az élők sorából, ugye éppen dúl az első világháború, és tulajdonképpen ez is az oka annak, hogy nem fogja megkapni a rangjához méltó temetést, hiszen tudjuk, hogy ezért a főnemesi reprezentációnak egyik kifejezője ugye a temetés. Nagyon rossz a vasúti összeköttetés, ebből adódóan a családtagok közül is csak néhányan jutnak el a temetésére. Például a két gyermeke is, Mária és Magda sincsen ott a temetésen. Magda éppen egy vöröskeresztes hölgymissziónak a tagjaként oroszországi hadifogolytáborokat látogat, és amikor Szentpétervárot megkapja a levelet, akkor már ugye az édesanyját el is temették. Tehát Dezsőfi Blankának a halála egy óriási veszteség volt a család számára, és jelentősen hozzájárult a családi kohéziónak a meglazulásához. És zárásként szeretnék néhány gondolatot fölolvasni az ő búcsúleveléből, amit a gyerekeinek írt. A végrendeletéhez volt csatolva ez a búcsúlevél. Idézem. Legyetek buzgó, hívő, hiteteket cselekedetekkel is bizonyító keresztény katolikusok. Szilárdó ragaszkodjatok szent hitünkhöz,
meggondolván, hogy az élet sokféle viszontagságai között az erős hit az egyedüli biztos támasz. Alkalmazzátok hozzá cselekedeteiteket úgy a magán, mint a közéletben is. Legyetek szeretett hazánk hű, jellemes, derék fiai. Munkálkodjatok folyton felvirágoztatásán. Egyszer, mint legyetek apostoli királyunk hűséges, bár nem szolgai szellemi fiai. Eddig az idézet. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen dr. Zsoldos Ildikónak az előadását. Még amíg itt van velünk Ildikó, szeretném megkérdezni, hogy van esetleg valakinek kérdése, mert hogy úgy tudom, hogy Budapestre kell most tovább menni. Hát hogyha van valakiben fölmerült kérdés, Vandi bácsi, tessék. Én jártam Libacán, tehát a közújakon. Sajnálom, hogy ez körülbelül 10 évvel az előtt. Szörnyű állapotban van az utca. Szörnyű állapotban van az utca és a kastélyégen. Szörnyű állapotban van a kastélyégen. Hát sajnálom, hogy nem tudtam ezt a kapcsolatot, ezt a Defi kapcsolatot. Azt tudtam, hogy Vécsei kastélyről van szó. Szörnyű állapotban van. A parkjában a mai napig is megtalálható egy amit még vécsejék ültettek, hát több mint 100 éves tulipánfa, hatalmas, nagy tulipánfa, gyönyörű, és pont akkor voltunk ott, akkor, amikor virágzott. Gyönyörű, eredeti csatorna, eső kiköpők vannak a magán a épületen. Mondom, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam ezt a kapcsolatot. Még már ezt sokszor elmondtam, én Szent Mihályi ember vagyok, így születtem Szent Mihályon. És nagyon sokszor elmondtam, engem borzasztóan irritál, amikor hallom, hogy Dezsőfi, Dezsőfi, Dezsőfi. Tudom, hogy miért. Az arisztokrácia abban az időben így nevezte. Gondolom, ez egy helyi szokás lehet, vagy nem tudták kiejteni, vagy nem tudták, hogy helyes. Igen, teljesen helyi szokás. Sőt, mondom, már elmondtam egy párszor itt is, hogy nyírteleki emberekkel is beszéltem, és Szent Mihályiakkal is. Itt mindenki Dezsőfinek mondta, nem Dezsőfinek. Azt is tudom, hogy miért mondják Dezsőfinek, tehát tisztában vagyok vele, de Szent Mihályon Dezsőfi. Igen, hallottam róla, mert nekem is volt hallgató minden, és ő is mesélte. Nyíltelken Dezsőfi. Na most ki is volt itt? Katona Jóskának az édesapja ott szolgált a kastélyban. Dezsőfinek mondják. Ki volt meg a tanítói tösség? Magukat is Dezsőfinek hívták? Nem, magukat Dezsőfinek szólították, de a nép Szent Mihályon... Szerintem nem tudják, hogy kell kiejteni, és valószínűleg olvasás alapján próbálták kiejteni a nevet. Igen. Na most lenne egy kérdésem, hogy nagyon szép család volt, láttam, sokan túlélték az első világháborút. Mindenki túlélte az első világháborút. Hát ugye a mama nem, de hát a gyerekek igen. Tehát a gyerekek azok túlélték az első világháborút. És mi lett, amikor a Trianon utáni, vagy amikor a románok bevonulása, mert oda természetesen hamarabb bevonultak a románok, mint a trianoni békediktátum. Tehát mi lett a Dezsef, illetve a vécsei gyerekekkel? Hát a vécsei gyerekek teljesen különböző helyszíneken mozogtak, sokan Budapesten, a fővárosban húzták meg magukat, a tanácsköztársaság időszakában volt, aki Balatonfüreden. Vécsei Magda viszont ő a füleki kúriáját nem hagyja ott egy darabig, de aztán amikor megtörténik a határhúzás, akkor onnantól kezdve is Magyarországra teszi át a székhelyét. Köszönöm szépen.
van esetleg még kérdés? Hogyha nincs, akkor szeretném megköszönni egy könyvvel a mai előadást. A Történelmi Családok Tiszavasváriban Komiszár Dénes tollából született egy könyv idén ősszel, és ezt szeretnénk átadni. Köszönöm, kaptam már Dénestől, de... Köszönjük szépen, és akkor én úgy gondolom, hogy mivel telik az idő, a pogácsát és az üdítőt a végén hagyjuk, következzen a második előadás, mégpedig a Dezsefi kripta exponálásáról fog nekünk beszámolni dr. János István, hiszen bizonyára önök előtt is ismert, hogy az idei esztendőben nagyon-nagyon sok minden történt a Dezsőfi vagy Dezsefi család Bűtszent Mihályi múltjával kapcsolatosan, ugye az ominózus kripta feltörésre és a kriptának a újragondolására próbálok itt célozni. Én úgy hiszem, hogy egy nagyon jó kezdeményezés indult el, civilek, az önkormányzat és akik úgy gondolják, hogy fontos az ő számukra a Dezsőfi család múltja, méltó megőrzése. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez az előadás is, és majd a jövő esztendőben reményeink szerint a kriptának a felújítása és hát sok minden más is azt fog eredményezni, hogy a Dezsőfieknek a nagysága méltóképpen helyén lesz kezelve, nem csak itt Tiszavasváriban, hanem akár az egész országban. És akkor még egyszer szeretném dr. János Istvánt megkérni, aki egyébként dr. Szatmári László igazgató úrral, a korábbi múzeum igazgató úrral közösen részt vett ezen a talán májusi napon, hogy számoljon be erről, mert hogy nem csak abból állt az, hogy exhumáltuk a kriptát, hanem bizony nagyon sok tudományos munkát eredményezett utána. Úgyhogy tiéd a szó, ha megengeded, még ezt gyorsan bekapcsolom, és akkor... Köszönöm szépen! Elsőként szeretném megköszönni a múzeum vezetőségének, hogy lehetőséget kaptam részt venni az exhumáláson, és tanulmányozni a csontváz leleteket. Ez nekem szakmai szempontból is mindenképpen egy új dolog volt, hiszen nem vettem még részt recens csontváz leletek vizsgálatában. Nekem ugye ez is a kutatási területem, csontváz leleteket vizsgálok. Hadd reagáljak egy rövid gondolatban a Dezsefi vagy Dezsőfi névváltozatra. Amikor itt volt Dezsőfi Zsolt, ugye a család oldalági leszármazottja, akkor viccesen megemlítette, hogy valaki a helyiek közül mondta neki, hogy vedd tudomásul, hogy ti Dezsefiak vagytok, nem pedig Dezsőfiek, pedig mindig tudta, hogy Dezsőfiként ejtették a nevüket. Egy rövid történeti bevezetővel kezdenék, részleteiben nem szeretnék belemenni, de úgy gondoltam, hogy esetleg ide tartozik ez is, hogy milyen régi a magának a családnak a jelenléte Magyarországon. Ugye a felvidéki Pozsega és Sáros vármegyékben töltöttek be nagy hosszú évszázadokon át örökösi főispáni tisztséget, a Dezsőfi család különböző tagjait, és első említés Dezislaus, vagyis Dezisló Dezső néven a Mugi csata során az ütközetben ez a személy mentette meg az ország zászlaját, és innentől kezdve számítjuk azt, hogy lényegében Dezsőfieknek lehet őket hívni. Méghozzá Cserneki János fia Dezsőnek az unokái nevezték magukat Dezsőfieknek. Természetesen nem teljesen biztos, hogy ez nem csak hagyomány, de innen származtatjuk a Dezsőfi nevet. Aztán nyilván innentől kezdve az ő a családnak a pályafutása felfelé ívelt. Francia grófi rangot szereztek, majd Mária Teréziától kaptak magyar grófi rangot, és innentől kezdve évszázadokon keresztül jelen voltak Szabolcs vármegyében is, és ugye a varadi véletlenük egyike is a családtagja, ugye gróf Dezsőfi Arisztid. Na most a Bűtszent Mihályi ágnak az alapítója a gróf Dezsőfi József volt, aki Dezsőfi István egyik házasságából született fia, a másik házasságából született fia alapította, ugye Sámuel, az orosi ágat, és az orosi ágnak a szétágazásából jöttek létre még a vashalmi, királytelki, vencselés, nagyszállási családi ágak. A Dezsőfi család címere látható a képen. Nagyvonalakban egy négygyelt pajzs van a közepén, egy szárnyas griffel, amely koronát tart.
középen egy sas láthatunk, és egy buzogány tartó páncélos kart láthatunk a két piros alapon. Fent két harci sisakot látunk, az egyiken az előbb említett szárnyas griff, amely koronát tart, a másikon pedig hat struszcollat figyeltünk meg. A négyed pajzsot két oldalról két szirén tartja, amelyek elfordulnak a pajzstól. A pontos jelentését ennek nem ismerem. És rátérnék akkor vizsgálatunk tárgyára, amelynek egy sajnálatos esemény adott aktualitást, tehát 2015. február 5-én ismeretlen tettesek feltörték a Dezsőfi kriptát és felbolygatták, megbolygatták a sírokat. Nem ez volt az első eset természetesen, a évtizedek során már több ilyen esemény történt, és sosem állították teljesen rendbe, teljesen helyre a sírokat és a kriptát, de nagy valószínűséggel az első bolygatás már az utolsó temetkezést követően röviddel megtörténhetett. A család ugye Bűszent Mihályi jelentőségét nehéz túlhangsúlyoznom, ugye a nevükhöz köthető a Dezsőfi kastély és a katolikus templom építéséhez is ugye nagy erőkkel járultak hozzá. Így nézett ki a merényletet követően a Dezsőfi kripta, ahol 8 sírfülkét lehet megkülönböztetni. Természetesen minden 8 fel volt túlva, és sajnos a csontvázakat sem sikerült maradéktalanul megtalálnunk. Na most valószínűleg sokkal jobb állapotban egyébként nem lehetett a feltörést előtt sem, és a csontvázak egy része már akkor hiányozhatott, szóval ez igazából csak a jég egy csúcsa volt ez a februári esemény. A kripta exhumálása pedig Valog Tamás által említett módon egy tényleg nagyon jó kezdeményezés révén jöhetett létre, ahol a Római Katolikus Egyház, helyi civilek és maga a múzeum fogott össze. És így kerülhettem Szatmári tanár úr, mesterem révén én is a képbe, antropológusként a csontvázaletek vizsgálatát végeztem. Jelen voltak természetesen alpolgármester úr, Dezsőfi Zsolt a család oldalági leszármazottja, ugye Komiszár Dénes az említett könyvnek a szerzője, történészként, és természetesen a múzeum munkatársai, Balogh Tamás, Benyusz Marcell, Bódon Krisztina, és Szatmai László is jó magam, természetesen nyilván egyéb személyek, akiket nem ismertem, szintén segítették a munkánkat. Itt látható a sírfülkék elhelyezkedése a Dezsőfi kriptában. 8 személynek kellett volna itt a maradványait megtalálnunk. Ugye felül Gróf Dezsőfi Virginia, Dezsőfi Emilné Lenkheim Paulina, Dezsőfi Emil, Dezsőfi Valéria Serafina, Emil két fiatalkorban elhunyt gyermeke, József és József felesége, és Aurél, József gyermeke, szintén nagyon fiatalon, 34 éves korában hunyt el. A feltárás során természetesen nem csak csontvázleleteket sikerült találni, hanem azonosítottuk a elhunytak ruháit, illetve használati tárgyak közül is kerültek elő, mind a korabeli viselethez illő használati tárgyak és korabeli öltözködési stílust lehetett megfigyelni, szóval minden kétséget kizárólag a Dezsőfi család maradványai nyugodtak a kriptában. Sajnos, ahogy említettem, a csontvázak rossz állapotban, hiányosan és összekeverve kerültek elő, több esetben nem is a megfelelő sírfülkében. Hát, hogy a viszonyokat kicsit érzékeltesen volt egy sírfülke, ami egyben 4 koponya volt. Egyébként a 8 személynek összesen volt 4 koponyája, amit szét kellett osztanunk, hogy melyik vajon kihez tartozhatott. Néhány kép a feltárási munkálatokról. Próbáltuk természetesen a csontvázleleteket és az egyéb sír mellékleteket is megmenteni, és későbbi restaurálás céljából biztonságba helyezni. És hát rátérnék akkor az antropológiai eredményekre, amit Szatmári László tanár úrral közösen
végzett vizsgálat révén kaptunk. Na most az antropológiában az első feladat mindig, ahogy egy csontvázat vizsgálunk, hogy az elhunytaknak a nemét és elhalázás életkorát meghatározzuk valamilyen módon. Erre megvannak a standard módszerek, morfológiai jellemzők alapján meg lehet mondani egy egyénről, hogy hány éves volt, amikor meghalt, illetve férfi volt-e vagy nő adott esetben, vagy fiatal volt-e vagy felnőtt. Nyilván ezek a módszerek most a irodalmi hivatkozások kedvéért szerepelnek, nem megyek a részletekben. Megvannak nyilván morfológiai jellemzők, ami alapján eldönthető egy csontvázról a nem, illetve az elhalázás életkora. Természetesen itt könnyebb helyzetben voltunk, mert az elhalázás életkora pontosan ismert minden személy esetében, és tudjuk, hogy hány férfinek és hány nőnek kellene jelen lennie a csontmaradványok között. A csontmaradványokat a múzeum külső raktárában vizsgáltuk meg, az Alkoholidai Vegyészeti Gyár területén, ahol Benyusz Marcell, a múzeum munkatársa volt segítségünkre minden tekintetben. És hát akkor végigmennénk személyenként, hogy kiből milyen csontmaradványt sikerült azonosítani. A gróf Dezsőfi József az adatok szerint 71 éves korában hunyt el. Humanista műveltségű ember, táblabíró, költő, a magyar nyelv ügyének ápolója és az MTA alapító tagja és igazgatósági tagja is volt. Úgyhogy egy illusztrív szeméről van szó. Na most neki volt meg a legteljesebb állapotban a csontváza. Teljes egészében égésnyomokat fedeztünk fel a csontvázon. El volt feketedve az összes csigolya, és hát majdnem az egész váz, tehát valószínűleg tűnik, hogy valakik a sírfülkében tüzet rakhattak, nem tudni, hogy milyen okból. Na most itt látható gróf Dezsőfi József koponyája. A vázra még annyit elmondanék, hogy a csigolyák szérei ugye kihajtosodtak, ez spondilózisra utal, tehát egy idős korban ez nem ritka jelenség, a csigolyák összenyomódnak a nagy terhelés következtében, és rojtossá vagy gyulladtá válik a szélük, és volt négy csigolya, ami teljes egészében összecsontosodott. Ezt hívják blokk csigolyának egyébként. Na most az anatómiai vizsgálat során rájöttünk, hogy valóban egy 70 év körüli egyénhez tartozhatott a csontváz, úgyhogy legnagyobb valószínűséggel ő Dezsőfi József. És nyilván az elérhető korabeli ábrázolásokkal is próbáltuk összevetni a koponyát megfelelő adatok alapján. A Dezsőfi családról tudjuk, hogy minden tagja viszonylag alacsony testmagassággal rendelkezett. Dezsőfi Aurélia volt, aki egy kicsit magasabb volt a többieknél. A hosszú csontok alapján elég jól becsülhető a testmagasság, vannak erre megfelelő képletek, ki is számoltuk itt meglévő hosszú csontok alapján a testmagasságot, és azt kaptuk, hogy 161 cm körüli emberke volt. Nyilván kiszámoltuk minden meglévő hosszú csont alapján ezt az értéket, és egy átlagot vontunk ebből. Na most lemértük a koponya méreteket is, amelynek igazából most jelen pillanatban csak arra azért volt szükség, hogy meglegyenek a esetleg további vizsgálatok végzése céljából. Jó. Az ő felesége Sztárai Eleonóra. Na most ugye tudni kell, visszatérve az előzményekre, hogy négy koponyánk volt. Két férfi és két női koponya. Tehát ezt kellett valahogy szétosztanunk és eldöntenünk, hogy fiatal férfi volt-e, vagy idős férfi volt. Fiatal férfi koponyát nem találtunk. Tehát ebből kifolyólag Dezsőfi Auré, aki 34 éves korában halt meg, nem rendelkezett koponyával a csontvázak között. Sztárai Eleonóra szintén idősebb korban, 69 éves korban hunyt el. Na most csontvázat nem sikerült felfedeznünk, csontvázlatot, ami bizonyíthatóan hozzátartozott volna. Dezsőfi Józsefnél azért voltunk szerencsés helyzetben, mert a koponya és a posztkoponyás váz első csigolyája pontosan összeillett. Ezt nyilván leteszteltük minden koponyánál, és így tudtuk megmondani azt, hogy az a koponya ahhoz a vászhoz tartozik. Itt látható tehát
vissza. Tehát Sztára Jelenóra koponyája, amiről kiderült, hogy egy idős nőtől származik, minden kétséget kizárólag. Az elérhető ábrázolások tekintetében talán azt mondhatjuk, hogy legnagyobb valószínűséggel ez a koponya lehet az övé. Tehát a koponyavállalatok záródása teljes volt, ebből következik, hogy időskorban hunyt el. A legtöbb foga hiányzott, és az állkapocs is be volt gyulladva sok helyen, úgyhogy ez is bizonyítja az időskorát. Az meg, hogy nő, azt onnan tudjuk, hogy a csontos szemöldökív ívei lapos volt, illetve a nyakszírt is teljesen simának mutatkozott, illetve az egyéb nem jel, nem indikátor, mint például a csecsnyúlvány, vagy éppen a homlokcsonti dudor is kifejezett volt, a csecsnyúlvány pedig kicsi volt, így minden kicséget kizárólag nővel van dolgunk, és időskora mutatja azt, hogy valószínűleg Dezsőfi József feleségéi a koponya. Dezsőfi Virginia, aki fiatalabb korban hunyt el, és egy fiatalabb kort jelző női koponyát sikerült felfedeznünk, sajnos még töredékesebb állapotban, mint az előzőt. Az egész arckoponya hiányzott, kis része maradt csupán meg, néhány foggal, és hát látható, hogy a válaszcsontokból sem sok maradt meg, ez két combcsont látható itt, ez itt egy lábszárcsont, tehát a tíbia, vagy igazából a sípcsont, egy alsó állkaposnak a töredéke, és hát már megint tovább ugrott, elnézést, és a bal kéznek két alkarcsontját, a orsócsontot és a sípcsontot sikerült azonosítani. Na most nyilván tudjuk, hogy a vászcsontok is feminin jellegűek voltak, valószínűleg nőtől származhattak, és maga a koponya életkor jelző módszere is azt mutatták, hogy egy vélhetően 49 év körül elhunyt illetőhöz tartoznak. És itt van a koponya közelről. Itt talán egy kicsivel jobban látszódnak a női nemre utaló jellegek, tehát ez a finom szemöldök ív, és inkább kerekebb szemüreg, illetve az állkapocs jellege is inkább nőies, az állkapocs szöglet is inkább tompaszögű volt, ami szintén jelzője a nemnek. Számított testmagassága 151 cm, ami szintén arra utal, hogy hölgyel volt dolgunk, természetesen vannak alacsony, még ettől alacsonyabb férfiak is. Tehát ez nem annyira jó, de az átlagban azért általában kijön még történeti népesség esetében is, hogy a nő testmagassága egy 8-10 cm-re marad a férfiaké alatt. És Dezsőfi Aurél, ugye, tehát ők, tehát Virginia, illetve Aurél, ők József és Eleonórának a gyermekei. Aurél kitűnő politikus volt, közíró, Széchenyi ellenfele, viszont Széchenyi mindig szuperlatívuszokban nyilatkozott róla, halálát megelőzően és azt követően is, tehát ellenfelek voltak és nem ellenségek, tehát ezt tudni kell. Róla konzervatív nézeteket vallott a politikában. Életmódjáról tudjuk azonban, hogy igen kicsapongó volt, szerette az éjszakázást, az alkoholt és a nőket, ezt tudjuk róla. Viszont munkában sem ismert határokat, éjszakában nyúlóan dolgozott, és ez felülölt az idegrendszerét. Tehát a halálok az ez lehetett, hogy túlhajszolt életmódja következtében az immunrendszere legyengült, és kapott egy betegséget, ami pár nap alatt el is vitte, de közre játszhatott, bár ez nem bizonyított, hogy szifilisze is volt, ami természetesen akkoriban egy halálos betegség volt, ma már az antibiotikumokkal jól kezelhető. És ugye azt is tudjuk róla, hogy testmagassága meghaladta átlagban a többi Dezsőfi családtagjait, és hát fel is sikerült fedeznünk hosszabb
hosszú csontokat, amelyek által a számított testmagassága az 171 cm volt, ami végül is a mai átlag férfi testmagasságot is megközelíti. Na most a vászcsontok is azt mutatják, hogy egy fiatal korban elhunyt férfitől származnak. Erre utal a két medencecsont ízesülési felszínének viszonylag épp volta, és a csigolyák is viszonylag épp állapotban voltak. Szifiliszre utaló jeleket a csontvázon nem sikerült felfedezni, de ugye érdekes, hogy történeti korokban a szifilisz bizony nyomokat hagy a csontokon, és még a kórokozó DNS-e is kimutatható, amennyiben nem sérült annyira, hogy a DNS vizsgálat valami miatt nem lehetséges. Na most, minthogy koponyát nem találtunk hozzá, így a vászcsontokra szorítkozott csak a vizsgálatunk. Nyilván felvettük a vászcsontoknak a méreteit, a nem meghatározó jellegek alapján, a bedence alapján biztosan férfiról van szó, és a számított testmagasság is ezt mutatja. Abban a korban azért egy 171 cm-es nő az igen ritka lehetett, manapság sem annyira gyakori. Bár azért erre vannak már ellenpéldák. És Emil, az ő testvére, tehát József és Eleonórának a fiatalabb gyermeke, legfiatalabb gyermeke, hogyha jól tudom, 53 éves korában hunyt el, szintén illusztris szeméről van szó, hiszen az MTA-nak tiszteleti tagja és elnöke is volt, és a koporsónak a feliratán ott is volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, egy fémkoporsóról volt szó, úgyhogy de a koporsója, jól tudom, üres volt a feltáráskor, Emilnek a koporsója is, és a koponyája sem ott volt, ahol kellett volna. Az összes többi vászcsontot pedig nem sikerült megtalálni, kizárólag a koponyát sikerült azonosítani. És itt segítséget is nyújtottak egyébként ennél a koponya azonosításánál az elérhető ábrázolások. Jól látható, hogy Dezsőfi Emilnek a csontos szemöldök íve, tehát az arcus superciliaris, illetve a glabellája viszonylag kiemelkedés, a homloka az egy kicsit hátrafutó, ez egyébként férfiaknál jellemző inkább, de nem kizárólagos. Viszont a koponya ehhez jól illeszkedett, amint szépen lehet látni, ez a csontos szemöldök ív inkább kiugró. Ez egyébként egy férfias jelleg is, és a homlokcsont az pedig hátrafutó jellegű. Azt lehet látni, hogy foga neki sem volt a felső állkapocsban, az alsó állkapocs az nem került elő. Az alveolusok, tehát a fogaknak a fogmedri része, az sok esetben már felszívódott, úgyhogy de ez 50 év fölött abban az időszakban ez szintén nem számított ritkaságnak. Itt látható egy felső felkarcsont, amit ideiglenesen sorultunk hozzá, aztán kiderült egyébként, hogy nem hozzá tartozik. Igazából Emilnek csak kizárólag a koponyáját sikerült felfedezni. Nem említettem egyébként, de itt is látszik, hogy hajmaradványok fedezhetők fel a koponyán. Dezsőfi József koponyáján szintén lehetett ezt látni, és néhol lágyszövetnek a maradványait lehetett felfedezni. Szóval egy erőteljes férfias koponyáról van szó, én úgy gondolom. A szemüreg ennek ellenére egy picit magasnak számít, de ugyanakkor inkább szögletes, mint kerek. Ez is bizonyítja, hogy férfiről van szó. Hát természetesen a koponya méreteket itt is felvettük, csak a protokoll megtartása érdekében, és hát itt feltüntettem ugyan a felkarcsont, a H1, az a humerus, tehát a bal humerus, a bal felkarcsontnak a méretét, de utóbb kiderült, hogy ez nem hozzátartozik. Tehát nem volt azért egyszerű dolgunk azonosítgatni, meg szortírozni ezeket a csontokat. Wenckheim Paulinárnak nem sikerült csontmaradványát megtalálni, sajnos. Kihantolás során sírfülkéje is üres volt, és az elérhető ábrázolások szerint egyik csontvázlet sem tartozik hozzá. Azt el kell mondjam, hogy 100%-osan ezt nem jelenthetjük ki, hiszen az egyik idős női koponya, az Dezsőfi Józsefné, az éppen lehetett volna Paulinája is, mindkettő időskorban elhunyt nő. Úgyhogy természetesen 100%-osan nem jelenthetjük ki, de azért nagy valószínűséggel neki egy darab csontja sem nyugodott már a kriptafeltárása során.
Gróf Dezsőfi Valéria, Paulina és Emilnek a gyermekkorban elhunyt gyermeke, ezt jól kifejeztem. Szóval 4 éves korában hunyt el ez a gyermek, és neki meg is találtuk egy combcsontnak a maradványát, a combcsontnak a fejét, illetve az állkaposnak egy darabját. Mindkettő alkalmas volt arra, hogy a életkor pontosan megmondjuk róla, hiszen a combcsont hosszából lehet egy életkort becsülni, illetve a fogfejlettségi állapotából, a tejfogak fejlettségi állapotából is sikerült egy életkort mondani. Ez igen pontos módszer, úgyhogy minden kétséget kizárólag 4 éves gyermektől származnak ezek a csontok, és ugye adatok is bizonyítják, hogy ugye 4 éves korú gyermekük nekik, Emilnek és Paulinának volt. És egy másik sajnálatos módon szintén nagyon fiatal elhújt gyermek, Emil és Paulina gyermeke volt Serafina, 11 évesen hunyt el. 11 és 12 éves gyermek csontmaradványát nem találtunk a kriptában. És a szétválogatás során sem került elő olyan csont, ami ezt bizonyította volna, szóval a 8 egyénből 2 gyermek maradványai, gyermek és egy felnőtt maradványi egyáltalán nem kerültek elő. És hát ez végezetül annyit szeretném még elmondani, hogy sajnos egy ilyen egy tragikus és nagyon negatív eseménynek kellett ahhoz történnie, hogy egy picit a helyi erők és az egyház is megmozduljon ennek az ügynek az érdekében, és természetesen ugye a főiskola és a Debrecen Egyetem képviseletéből Szatmári Lászlónak szeretném megköszönni a támogató munkáját, és hát én csak annyit tudnék ehhez még hozzátenni, hogy tényleg üdvös volna, hogy a nemesi családok, akiknek a sírboltjaikat a gazbenövi országszerte és határon túl is, ugye leszámozottak hiányában már keveset tudnak ennek érdekében tenni, és hát a mi feladatunk, hogy a hagyományokat ápoljuk és őrizzük. Természetesen nem mindig könnyű, és legfőképpen anyagi akadályba ütközik, és itt szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet, a hallgatóságot. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fogalmazhatnék úgy, hogy itt tartunk most, de ettől azért én úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal előrébb vagyunk. Ha megengedik, akkor felolvasnék egy hivatalos levelet, amit nem nekem kellett volna most felolvasni, hanem Munkácsi István alpolgármester, de nincs itt. A Nemzeti Örökségvédelmi Intézet október hónapban az önkormányzatnak egy levelet postázott. Tájékoztatom a kedvezményezetteket, hogy a bizottság a legutóbbi ülésén megvitatta az önök kérelmét, és a következőképpen döntött. A 92/2015-ös számú határozatával a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság egyhangulag is döntött, hogy A kategóriában nemzeti sírkert részévé nyilvánítja a tiszavasvári régi római katolikus temetőben található Dezsefi kriptát. A kripta helyreállításával kapcsolatosan kérem szíveskedjen bemutatni számunkra a felújítással kapcsolatos munkatervet, amelyben a lehetséges kivitelezők által megadott árajánlatokkal együtt, stb. Stb. Ez volt a lényege. Tehát én azt gondolom, hogy az összefogás nem ért véget. Így az önkormányzat, így a civilek és a szakma szíve, csücske és a szíve viselnek a sorsát. Valóban ez kellett ahhoz, mármint egy ilyen kripta feltörés és egy sokadik kriptogyalázás ahhoz, hogy most itt üljünk például ma este. Úgyhogy én bízom benne, hogy a jövőjében is be tudunk majd számolni, sőt lesznek látható eredményei is, amit már nem mondjuk itt a múzeumban, hanem a kripta felújítás után tudunk majd megtapasztalni. Úgyhogy én csak abban bízom, hogy ez a Dezsőfi család története itt nem ér véget, és hogy a jövő esztendőben is tudunk önöknek jó hírrel szolgálni. Mi a magunk részéről a tudományos és a család múltját, a család tagjainak munkásságát próbáljuk bemutatni. Ugye szeptemberben volt egy Dezsőfi emlékét, már én is próbálom mindig javítani magam, egy Dezsőfi emlékét,
amelyben kiállítás, egy könyv is megjelent. A nagy álmunk az, hogy esetleg egy állandó kiállítás is legyen majd a múzeumban, valamikor a későbbiekben, és hát bízunk benne, hogy tényleg a jövő nemzedék az tisztában lesz azzal, hogy kik is voltak a dezsőfiek.